Frissítő programokat rendeztek augusztusban szombatonként a Salgótarjáni városi tanúszodában. A vizet kedvelők a népszerű hidrobik vízitornán és az aquafitnessen mozoghattak. A hangulatos hidrobik vízigimnasztikát a 84 évesen is nagyon sportos Szarvas Józsefné Zsuzsa néni tartotta. Hogyha a testem rendben van és jól érzi magát, akkor a gondolataim is kellemesebbek és jobb a hangulat. Mindig emlegetik, hogy szomorúan jöttem órára, de a végén most is a vízben is csinálok autogén tréninget, ami ugye a testet, lelket összehozza és ellazul és lehet irányítani. A vízitorna után speciális gyakorlatokkal gyógyúszás szerepelt a programban. Az úszás mellett az úszoda napozó teraszán fel lehetett töltődni, de emellett a meridián masszást is többen választották. Ugyan a kezelés, amikor egy terület fájdalmas, nyilván adott esetben nem volt mindig fájdalommentes, de nagyon felszabadító érzés utána az adott területnek. Karfájdalommal, derékfájdalommal, hát-nyakfájdalmakkal, ilyen jellegű panaszokkal jöttek eddig. A több mint 90 fokos melegben a különleges szauna szeánszot szintén ki lehetett próbálni, amin a szaunázás szerelmesei a sós, a mézes vagy a jeges szeánszon pihenhették ki magukat. Nagyon jó munka után, edzés után kikapcsolódásnak, főleg egy relaxációs program, hogy ellazuljunk, vagy munka előtt, úszás után, ha valaki később kezdi a munkát, akkor egy citrusos illattal, egy pörgősebb zenével, egy napindítónak. Mindenféleképpen jót tesz, hogy letegyük a gondokat, félretegyük a napi problémákat, és egy 15 percre csak rólunk szól magunknak a világ. A frissítő szombatokon az úszodában egész augusztusban meghosszabbított nyitvatartással este 9 óráig várták a vendégeket.